Pótudvari Tamás rendőr hadnagy vagyok, a Szekszárdi Rendőrkapitányság vizsgálati osztályért és vagyonvédelmi osztályának megbízott vezetője. Jelenleg 27 éves vagyok, Szekszárdon születtem. Eleinte a tanulmányomat is itt végeztem, az általános iskolai éveimet követően 2013-ban érettségiztem a Garai János gimnáziumban. Már fiatal korom óta, mondhatni gyerekkorom óta rendőr, illetve pontosabban nyomozó szerettem volna lenni. Pontosan megmondani nem tudom, hogy az igény miből fogalmazódott meg bennem, de valószínűleg sok akciófilm hatására történhetett. Ezen kívül még lehet, hogy a gének is egyébként közrejátszanak, mivel nagypapám katonatisztként szolgált. A gimnázium éveim után kezdtem meg tanulmányaimat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar gazdaságvédelmi nyomozó szakirányán, ahol 3 évet követően diplomáztam 2016-ban, majd kezdtem meg pályafutásomat a Szekszárdi Rendőrkapitányság vizsgálati osztályának gazdaságvédelmi csoportjában, mint vizsgálótiszt. 2018. szeptember 1-től szolgálatomat a vizsgálati osztályért és vagyonvédelmi alosztályon folytattam, ahol később fővizsgálói beosztásba kerültem kinevezésre, valamint 2020. február 1-1 óta az osztály vezetésével is megbízásra kerültem. Az osztály az állampolgárok által elkövetett bűncselekmények széles spektrumával foglalkozik, melyek elsősorban az élet, testi épség és egészség elleni, köznyugalom elleni, emberi méltóság elleni, valamint egyes vagyon elleni bűncselekményeket merítik ki, azonban szintén az alosztály feladatai közé tartozik a nemi élet szabadsága és nemi erkölcs elleni, illetve a gyermekek érdekét sértő és a család elleni bűncselekmények nyomozása, azaz felderítése és vizsgálata. Általánosságban a rendőri feladatok a filmekben és sorozatban látottaktól jelentősen eltérnek. Mindezek ellenére azt gondolom, hogy munkámat mindig is legjobb tudásom szerint kellő alázattal és szorgalommal végeztem, ezért is nagy megtiszteltetés számomra a díjazás, ami természetesen nem csak az én érdemem, hanem ugyanígy az alosztályom, valamint a kapitányságon szolgálatot teljesítő kollégáim kitartó és magas színvonalú munkájának is köszönhető, amit ezúton is szeretnék mindenkinek megköszönni. Köszönöm még jelenleg, illetve korábbi vezetőim, valamint feleségem és családom támogatását, melyek megléte nélkül ma biztosan nem lennék itt, azt gondolom.